megcsináltatnám most, eszembe jutott a toxoplazma vizsgálat, aminél Flóránál még nem gondoltam rá, mert más körülmények között éltünk, viszont most egy kertesházban élünk, ahol a sok kis macska, meg nagyobb macska van a kertben. Petráékat otthon látogattuk meg. Flóra baba egy kicsit álmos a délutáni alvás után. 20 hónaposan még fél az idegenektől, de Petra ölében hamar megnyugszik. Ha ittunk, akkor megnézhetjük Flóra babát az albumba. Jó? Flóra a kertben már sokkal jobban érzi magát. Szeret homokozni, motorozni. Nemrég költöztek családi házba. A környéken viszont sok a macska, így Petra joggal fél a toxoplazma fertőzéstől. Ezért megszerveztünk neki egy találkozót Berencsi György virológussal. Előtte viszont látogassuk meg Zsuzsájékat, akik már nagyon várják Panka baba érkezését. A gyerekszobában van most berendezve a Pankának egy kis sarok, hogy azt tervezzük, hogy majd ott alszik, de hát mivel a Csongival is úgy alakult, hogy az összes szobát kipróbáltuk kb., tehát így inkább nem is tervezünk előre. Most fehér van, mehetsz? Csongi egyik kedvenc időtöltése a csúszdázás. Önfeledten játszik Zsuzsával és Andreával. Valószínűleg ő még nem tudja, hogy hamarosan megszületik kis testvére. Néha úgy érzem, hogy érti, hogy jön a kis tesó, a Hugica. De aztán meg... Aztán meg rá kell jönnöm, hogy mégse. Nem. Például amikor van, hogy megkérdezem tőle, hogy ki van, hogy hol van a Hugica, hol a Panka, akkor van, hogy a saját pocakjára mutat. Csongi most szüleivel alszik egy szobában, de Zsuzsa azt szeretné, hogy a gyerekek megszokják saját szobájukat. Ami nekem fontos volt most, hogy ez az ágyrásvédő, hogy a Csongi mindig úgy mászott, hogy így a fejét így belefúrta. És akkor azt akartam, hogy így körbe legyen, meg ez elvileg olyan, hogy ilyen szellőzős. Pankának már mindene megvan, amire az első hónapokban szüksége lehet. A ruhákat, badikat, hálózsákot kölcsönbe kapták, vagy Csongitól maradt meg. Már minden a helyén van, a ruhák kimosva, kivasalva várják Pankát. Olyan fura lesz majd ilyen kislány ruhákat adni a kisbabára. Andrea és Zsuzsa ikrekként mindent együtt csinálnak. Most, hogy együtt lettek várandósok, Zsuzsa mindenben segít Andreának, így abban is, mit kell vinni a kórházba. Na, itt az ideje, hogy összepakolt te is a cuccaidat most már a kórházba. Én úgy csináltam, hogy két külön táskába pakoltam. Uh-huh. Ez amikor szülünk, uh-huh. Abba külön... Tehát, a szülőszobára? Amit a szülőszobára viszel, és akkor utána azt hazahozza majd a Robi. És mik a legfontosabbak, amit a szülőszobára kell vinni? Hát én vettem ezt a kispapa csomagot, ugye okay, enélkül nem uh-huh. is lehet bemenni. Fényképezőgép. Igen. Meg a törölköző, zsebkendőt is tettem, hálóing, amit nem sajnálsz. Ja, meg az iratok, a kiskönyv nélkül nem mehetsz be. Meg itt van ez az ősejtes csomag, ugye? És akkor ez, hogyha bevisszük, akkor odaadjuk a szülésznőnek, és akkor ők meg már majd tudják, hogy mit csináljanak vele. Ebben meg azok vannak, amik majd a kórházba fel fogunk venni. Ennyi minden kell. Meg itt van még egy kis ajándék, amit a Panka hoz a Csonginak majd. A bőröndök mellett már a bébi hordozó is össze van készítve Panka ruháival, amiben majd hazahozzák a kórházból. Jó napot kívánok! Petra közben Berencsi György virológussal találkozik. Kertesházban élünk, és sajnos 6 macska él a kertünkben, környezetünkben. Hogy ez jelenthet valamilyen veszélyt a kisbabánkra nézve? Az attól függ, hogy korábban találkozott-e már ezzel a toxoplazma nevű kórokozóval, mert ha már immunizálódott a terhesség előtt, akkor abszolút veszélytelen a babára nézve a fertőzés. Az a veszélyes, hogyha frissen megfertőződik, és a macskák azért rosszak, mert ők a székletükkel terjesztik ezt a kórokozót. Hát mi megvizsgáltunk 10 000 asszonyt ezelőtt 10 évvel itt Magyarországon, és körülbelül 3/4 részük az immunizálódott már a toxoplazmára, tehát 1/4 a kockázata annak, hogy megfertőződhet. És mi a teendő, ha megfertőződtem ezzel a parazitával? Ha megfertőződött, akkor viszont van olyan antibiotikum, amit lehet szedni,
és nem árt a magzatnak, de viszont nem engedi, hogy a kórokozó bejusson a magzatba. Petrát elkísértük a vérvételre. Az eredményt napokon belül megkapta. Szerencséje van, immunis a fertőzésre. Így nem kell attól félnie, hogy kislányának baja lesz. Videónaplón következő részében Petrát elkísérjük egy jóga tanfolyamra, Zsuzsának pedig megmutatják a szülőszobát. Krónik.